Și visia doi noi le nega di Lochin sumach limi va jungi kvaedi ave suri ave suri ishko Hitközségünk vezetősége nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a Karcagi Mártír megemlékezésen. Csillag Barnabás vagyok, a Karcagi Zsidó Hitközség elnöke. Külön megtiszteltetés, hogy közöttünk üdvözölhetem Dajs László főrabbi urat, Szilágyi Gábor kántor urat, Kis Henriettet, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének alelnökét, Kovács Szilviát, Karcagváros alpolgármesterét, Teleki Zoltán alezredes urat, Karcagváros rendőrkapitányát, dr. Sánta József urat, Ari Géza urat és Kovács Tibor urat a Kisújszállási Önkormányzat képviseletében, Guba László urat, a Kunmadarasi Nagyközség Önkormányzatának polgármesterét, dr. Molnár Sándor és dr. Herskó Gyula alelnök urakat, Berman Dávid urat, a Szolnoki Zsidó Hitközség elnökét, a társegyházak megjelent képviselőit, végül, de nem utolsó sorban, a most itt velünk lévő holokauszt túlélőket, és minden kedves megemlékezőt. Mártíreink előtt tisztelegve tartjuk ma itt ezt a gyászszertartást. Szilágyi Gábor kántor úr és Dajs László főrabbi úr szertartása után a megemlékezés a rabbi síroknál fog folytatódni. Tisztelettel arra kérem Önöket, hogy lehetőség szerint legkésőbb 3.4.11-kor induljunk el együtt a zsinagógába, hogy a megemlékezés, 3.4.12-kor, bocsánat, hogy a megemlékezést ott is el tudjuk kezdeni. Ki dajrés domim, aiszom zókor, laesókák cákászanóvim. Az ártatlanul kiontott vért emlékezetében tartja, nem felejti a szenvedők jajkiáltását. Tisztelt emlékező gyülekezet, mártírjainkra emlékezünk ma itt, a karcagi zsidó temetőben. Rájuk emlékezünk zsidó testvéreinkre, akiket a 20. század náci időszakában kiszolgáltattak a náci Németország katonáinak, a magyar csendőröknek és nyilasoknak, akik kegyetlenül bántak velük. Kínozták, megalázták és végül legyilkolták őket. Rájuk emlékezünk az idősekre és a fiatalokra, a férfiakra és az asszonyokra, a gyermekekre és a csecsemőkre. Radnóti Miklós írta, olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt nem csak parancsra. Kiszolgáltatottan, megalázottan, emberi jogaiktól megfosztottan kellett élni testvéreinknek, a zsidó embereknek abban a korban, amíg élhettek, mert aztán jött számukra a gettósítás, a deportálás, a lágerek kinkeserve, végül pedig a könyörtelen biztos halál. Ha holtakat nem ébreszt, mit ér a trombita szó? Csak a könny, csak a könny, csak a könny hull, és nem kérdi, mire jó. Tisztelt emlékező gyülekezet! Mártírjainkra emlékezve vallási tanítás hangzik el a soha nem felejtés jegyében. Tegnapi szombatunkon felolvasott heti szakaszban a Hukászban olvassuk. Vaj salach Hashem bo om, és hanö húsim haszörófim.
A pusztában vándorló őseinkre egyik lázadásuknál az örökkévaló mérges kígyókat küldött. Harapásuk miatt sokan meghaltak. Amikor pedig Mózes imádkozott az örökkévalóhoz, az örökkévaló így válaszolt: Aszélőhó szórof, készíts tüzes kígyót. Mózes elkészítette az úgynevezett tüzes kígyót részből, majd rátette egy magas póznára, és történt, hogy amikor a kígyó megmart valakit, majd az feltekintett a póznán lévő részkígyóra, akkor megmenekült a haláltól. Bizonyára nem a részkígyó által menekültek meg az emberek, hanem azért, mert hittek és bíztak a Teremtőben. Mert Isten félelemmel a magasságok felé tekintettek. Így történik a mi életünkben is, ha baj, ha bánat ér bennünket, mi is a magasságokba emeljük tekintetünket, mert onnan a mindenhatótól várjuk a segítséget. Mártírjainkra emlékezve kérjük a mindenhatót, hogy adjon békés nyugalmat szeretteinknek, azoknak is, akiknek sírjuk sincsen, mert hamvaikat elhordta a szél. Nyugosztalt halóporaikban kedveseinket sírölén, kiknek szerelme felénk csillan és áttör a nagy éj ködén. Emlékük áldott minékünk, nyugosztald őket Istenünk. Örökkévaló Istenünk, hallgasd meg szívünk, lelkünk mélyéről feltörő imánkat. Menúkon hajnó, bisívo el jajnó, táhász kánfiás öhínó. De mála eszköd ajsímot a kajérim, közajékár huruk ijá, mő írim, umászkírim. Csendes nyugalmuk legyen, nyugalmuk helyén, Istenünk védőszárnyai alatt, a tiszták, a szentek ragyognak, mint a csillagok. Töké nápsomcő rúró, bicrajrhá hájim. Legyen lelkük bekötve az örök élet kötelékébe. Amen. Ilmuli rachamim, shoyachin bamroimim, hametzi menuchon echoinu, hakanfi hashchinu, bemalois כדאי שימות חיירים, כדאי חרוקיה, מהירים ומסהירים. אסניש מויס, אחינו כל מסיס רואיר, שאומסו, שנרגו, ושנשרפו, שמוסרו נפשון על קדושת השם. מבול, שאונו מספללים, ביד חסקורס, נשמוסם מגנינן, מגנינן תחי מנוחו סוב לוחים על הורחמי יסירו איסו מסי סרקנופו לא ילומי מייצרייר, מייצרייר חיימס נשמוסם, עדוי נויכו נחלוסם, ויונוכו על משכבום, משועליים.
Neumar. Mondjuk el közösen a kádisi mát, izgadál, izgadál, semirabó, de olmo, divró, hirusé, vejamlik, malkusé, de hajén, hajnú, jaj, mi, hajnú, ve hajén, de hol, bész, iszruél, bágoló, vizván, kóri, vimru, omén. Jöhé, semirabó, me borák, lulámó, mi, olmájó. Visz borák, visz tabák, visz pár, visz rajmá, visz nászé, visz ador, visz ale, visz alol, semmédő kucsó bríhú. Le éló, minkor bír hosszó, vesi rosszó, tusbe hosszó, nekem hosszó, de mírom be olmó, vimru omén. Je hése lomo rábo minse májó, ve hajmu lénu, de akkor iszrojel, ve imru omén. Ajszer sulajm, im rajmó, ujászer sólaj mulénu, de ákó Jiszrujél, de imru, amén. Helyezzük el az emlékezés kavicsait. Aki szeretne elhelyezni, parancsoljanak. És utána az emlékezés a rabi síroknál fog folytatódni. Amen.
Szilágyi Gábor kántor úr előadásában a Jiddisemáme című dalt hallották eredeti jiddis nyelven. Motto: keresem a semmiben a mindent, a sötétben a fényt, a gondolatban az értelmet, a tettekben a célt. Üres termekben gyöngyöző falak, könnyei áztatnak régmúlt arcokat. Hosszan sorjázó néma családnevek, ma már csak az emléket rejtenek. Szöges drót mögött kivégzett, meggyötört lelkű emberek, méltóságukban sértett, millió lélek, jövőtől megfosztott meddő remények. Bűnvád, rettegés birkózik bennem, torkomban szorít a fájdalmas félelem. Agyamban felvillan a gázkamrák zaja, merev lábakkal menekülnék tova. Mi vagyunk az utókor, s szégyenkezve állunk, ha nincs is közöttünk testvérünk, barátunk, emberek voltak mind, férfi, nő és gyermek. Hajtsunk most fejet az emlékezetnek. A megemlékezés a holokauszt áldozataira című verset hallották, a szerzője sajnos jelenleg ismeretlen. Csillag Barnabás vagyok, a karcagi zsidó hitközség elnöke. Hitközségünk vezetősége nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a karcagi mártír megemlékezésen. Külön megtiszteltetés, hogy közöttünk üdvözölhetem Dajs László főrabbi urat, Szilágyi Gábor kántor urat, Kis Henriettet, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének alelnökét, Kovács Sándor urat, térségünk országgyűlési képviselőjét, Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét és a képviselőtestület megjelent tagjait, a jelenlévő társegyházak, városvédő egyesületek vezetőit, Telki Zoltán alezredes urat, Karcagváros rendőrkapitányát, Dr. Sánta József urat, Ari Géza urat és Kovács Tibor urat a Kisújszállási Önkormányzat képviseletében, Guba László urat, Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának polgármesterét, Dr. Molnár Sándor és Dr. Herskó Gyula alelnök urakat, Berman Dávid urat, a Szolnoki Zsidó Hitközség elnökét, Szabó Tibor urat, a hídgyülekezetének karcagi vezetőjét, végül nem utolsó sorban külön megtiszteltetés, hogy üdvözölhetem a velünk most itt lévő holokauszt túlélőket és minden kedves megemlékezőt. Tisztelt emlékezők! Mártírjaink előtt tisztelegve szólok most itt Önökhöz. Emlékezni gyűltünk ma itt össze, emlékezni a feledhetetlenekre. A holokauszt során 778 karcagi zsidóból 446 karcagi testvérünket gyilkoltak meg. Ők voltak azok a nagymamák, nagypapák, anyák és apák, testvérek, lányok és fiúk, akik ma itt egy sötét eszme miatt nem lehetnek velünk. Ők is megbecsült dolgos polgárai voltak városunknak, de az országunkon akkor, abban a nem is olyan távoli múltban elhatalmasodott egy sötét eszme. Karcagról és a környező településekről összegyűjtötték zsidó testvéreinket, a karcagi gettóba, majd vagonokba terelték őket. A vagonok elindultak a szolnoki cukorgyárba kialakított gyűjtőtáborba, majd később a haláltáborokba. Ünnepségünk kezdetén a szokásoknak megfelelően gyertyagyújtással emlékezünk a holokauszban elpusztított 6 millió hittestvérünk emlékére. Ünnepségünk végén az előcsarnokban található Mártír emlékfalnál Dajs László főrebbi úrral és a jelenlévő társegyházak, városvédő egyesületek vezetőivel közös gyertyagyújtást tartunk. Itt, aki még szeretne gyertyát gyújtani, természetesen megteheti. Felkérem a következő személyeket, hogy gyújtsák meg az emlékezés gyertyáját. Elsőként szeretném felkérni a karcagon élő egyetlen holokauszt túlélőnket, Erőnfeld Sándorné Zsuzsa nénit, hogy gyújtsa meg az első gyertyát. Szeretném felkérni a holokauszt túlélő leszármazottainak nevében Forgács Zoltánnét, hogy gyújtson egy gyertyát.
Szeretném felkérni Kovács Sándor urat, térségünk országgyűlési képviselőjét, hogy gyújtsa meg a következő gyertyát. Szeretném megkérni Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét, hogy gyújtsa meg a következő gyertyát. Szeretném megkérni Kis Herriettet, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének alelnökét, hogy gyújtsa meg az 5. gyertyát. Végezetül szeretném megkérni Dajs László főrabbi urat, és hogyha elfogadják a jelenlévő összes holokauszt túlélő, aki még a templomban van, közösen gyújtsanak egy gyertyát itt. Az imént 6 gyertyát gyújtottunk meg 6 millió elpusztított európai zsidó hittestvérünk emlékére. A gyertyagyújtás alatt szokásainknak megfelelően némán álltunk a zsinagógában. Ha áldozatonként egyetlen percig állnánk itt némán, akkor 11 évig, 5 hónapig és 1 napig tartana ez a döbbenetes csend. Kérem, foglaljanak helyet. Holokauszt, görög holokauszton szó jelentése teljesen égő áldozat. A szó a héber biblia görög nyelvű fordításából ered. A holokauszban érintett népek kezdetben a saját nyelvükön nevezték el, a zsidók soának, magyarul csapásnak hívták. Az európai zsidóság elleni népirtás először angol nyelvterületeken használta ezt a kifejezést 1942. decemberében, azonban Hitler a zsidóság megsemmisítésére vonatkozó terveivel kapcsolatban használta ezt. Hitler nem titkolta a zsidók iránti ellenérzését, 1925-ben kiadott Mein Kampfban Németország és az árjafaj elleni világméretű összeesküvés szervezőjeként írta le őket, akiket ki kell űzni az ország politikai és szellemi életéből. A kiirtásukról nem írt, de visszaemlékezések szerint 4 szám közt már beszélt róla. Ha hatalomra jutok, legelső dolgom a zsidók megsemmisítése lesz. Amint meg lesz hozzá a hatalmam, akasztófasorokat fogok állítani, például München Mainzerplatzon, amennyit csak a forgalom enged. Oda lesznek a zsidók felakasztva, kivétel nélkül, és addig lógnak ott, amíg bűzleni nem kezdenek, addig lógnak, amíg a higiénia szabályai engedik. Amint levágják őket, jön a következő adag, és így tovább, amíg csak marad zsidó Münchenben. Más városok is fogják követni a példát, amíg Németország teljesen meg nem pusztul a zsidóktól. A tavalyi megemlékezésen a zsidó holokauszt magyarországi előzményeiről már beszéltem. Numerus clausus, az első zsidó törvény, második zsidó törvény, harmadik zsidó törvény 1941-ben, 1941-es Komonyesz-Podolszki mészárlás, újvidéki mészárlás, újvidéki razzia, majd végül 1944. március 19-én Magyarországot megszállta a német hadsereg. És aztán, nem is olyan sok idő után, nem egészen 3 hónap múlva, 74 éve, 1944. június 18-án Karcagot is elérte a szörnyűség és a pusztítás. A karcagi gettó lakosságát átvitték a szolnoki cukorgyárba, és nem sokkal később bevagonírozták. A következményeket mindenki jól ismeri. A közelmúltban a karcagi zsidó hitközség kiadásában egy könyv jelent meg, melynek címe Karcagon zsidóként megszólal a háború utáni nemzedék. A könyv közel 40 család történetét dolgozza fel, több mint 460 oldalon. Hogy miről szól ez a könyv, hölgyeim és uraim, akarva, akaratlanul minden lapján a holokauszt tragédiáját örökíti meg.
A könyv a holokauszt pusztulását túlélő karcagi hitközség, a túlélők, a hazatértek és visszaemlékezők történetét dolgozza fel, a tragédiákon túlmutat azonban, és még gyönyörű történeteket is olvashatunk benne a hitközség vészkorszak utáni és előtti életéről. Legyen ez a könyv tanúja a múltnak, tanulja a történelmi tényeknek, és legyen oktatási anyag a holokauszt tagadását hangosan kiabáló keveseknek, akik szerint ez csak mese volt. Szembenézés mellett fontos szerepet játszik azonban az oktatás is. Mondjuk el egymásnak, mondjuk el elsősorban a fiataloknak, az időseknek, hogy mi történt 1944-ben. Néhány hónappal ezelőtt a holokauszt Magyarország áldozatainak emléknapján a karcagi hitközség és a Dériné Kulturális Központ közös szervezésében egy újabb színdarabot láthattak az érdeklődők. A Spinoza Színház előadásában a színdarab a magyar pszichoanalízis legjelentősebb alakjának, Ferenczi Sándornak és világhírű mesterének, Freudnak a különleges kapcsolatát mutatta be. Nyitásunkhoz híven az idén a karcagi hídmondóban nyilvános meghívóval tájékoztattuk Karcagváros lakosságát a mai megemlékezésről, és számomra nagy öröm, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, és közösen emlékezhetünk a mártírjainkra. Ha közösen emlékezünk a holokauszt során legyilkolt több mint 600 ezer zsidó vallású magyar áldozat emlékére, akkor azt méltó módon, történelmi tényekkel azonosan kell megtennünk. Ha most felnézünk az égre, eszünkbe jutnak azok az emberek, generációk, akik ezekből a padsorokból hiányoznak. Ha most szétnézünk a padok között, akkor a mindenható jóvoltából még köztünk vannak azon kevesek, akik túlélték a borzalmakat. Megkérném a köztünk lévő holokauszt túlélőket, hogy egy percre szíveskedjenek felállni a helyükön. A karcagi hitközség vezetősége és minden tagja nevében egy szál virággal szeretnénk tiszteletünket kifejezni. Megkérném édesanyámat, hogy ossza ki az életet, a reményt és a tiszteletet szimbolizáló egy szál rózsaszálat. Kötelességünk még megemlékezni mindazokról is, akik a szörnyű tettek után visszatértek a pokolból, és fáradhatatlan munkával hozzájárultak ahhoz, hogy ma ebben a csodálatos zsinagógában lehetünk. Ők voltak közösségünk fényei. Tisztelt egybegyűltek! Szavainkkal és tetteinkkel emlékezzünk mártéreinkra, a múltunkra. Ha ezt így tesszük, akkor helyesen járunk el. A múltat a jövőnek megőrizni a mi kötelességünk. Szeretném felkérni Kovács Sándor urat, térségünk országgyűlési képviselőjét, hogy tartsa meg emlékező beszédét. Tisztelt egybegyűltek, tisztelt emlékezők! Amikor belépünk a karcagi zsinagóga kapuján, oldalra pillantva megpillantjuk a márványtáblákat. Megpillantjuk a márványtáblákon a betűk halmazát. Rengeteg betű. Ha egy picit tovább állunk, akkor a betűk neveket formáznak. Hosszú sorban. És a nevek mögött nem csak szavak vannak, hanem a nevek mögött emberek. Emberi sorsok. Olyan sorsok, akik akár hosszú életükben visszatekinthetnek. Olyan sorsok, akik akkor csodálkozhattak rá az életre. Szülők, gyermekek, férjek, feleségek. Már csak a nevek maradtak. Már csak a betűk. A karcagi és a magyar zsidóság olyan, mint a kertünket valaha díszítő gyönyörű gyümölcsfa, almafa, amely már nem létezik, amelyet barbár kezek kivágtak, kidöntöttek. De emlékezünk és emlékeznünk kell rá, hogy tavasszal virágot hozott, rügyeket,
leveleket. Emlékeznünk kell nyáron árnyatadó hűsére. Emlékezni kell zamatos gyümölcsére, mert már csak az emlék maradt. Emlékeznünk kell a karcagi és a magyarországi zsidóságra, mert emléküket, példájukat, tetteiket mindannyiunknak meg kell őrizni. És emlékezni kell arra, hogy mindig van remény, hiszen ez a barbár módon kidöntött almafa sarjat eresztett. Nem erőset, nem olyat, mint amilyen a hajdani gyümölcsfa volt, de életet és reményt adó sarjat. Nekünk, ma élőknek ezt a sarjat őrizni kell, vigyázni kell rá. És emlékezni arra, hogy ez egy hajdan volt, saját kertünket, a magyarság kertjét, Európa kertjét díszítő hatalmas és termékeny gyümölcsfa sarja. Én nem tudom, és senki nem tudja visszahozni azokat az elveszett embereket, azokat az elveszett lelkeket. De emléküket meg kell őrizni. Meg kell őrizni nekünk, meg kell őrizni gyermekeinknek, unokáinknak, meg kell őrizni azokat az embereket, akik ebben a vészkorszakban meghaltak, elpusztultak, hogy ne csak a zsinagógába belépve betűk, és csak nevek legyenek. Kérem mindenkit, hogy őrizzük meg ezeknek az embereknek az emlékét, őrizzük meg közös karcagi és a magyarság veszteségét, mert amit elvesztettünk, az mindannyiunk vesztesége. Mindenkinek méltó megemlékezést kívánok. Köszönjük szépen képviselő úr szavait. Szeretném felkérni Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét, hogy tartsa meg emlékező beszédét. Tisztelt emlékező gyülekezet! Ma valóban azért gyűltünk itt össze, hogy azokra a mártírokra, meg nem született gyermekekre emlékezzünk, akik egy ordas eszme okán, nyugodtan mondjuk ki, hideg vérrel lelettek gyilkolva. Akiket megaláztak, vanyodukból kiforgattak, gettókba hurcoltak, majd a haláltáborokba. Tisztelt jelenlévők, nehéz ilyenkor meghatottság nélkül bármit is mondani, de egy biztos, hogy közösen, együtt, egymást megismerve, egymás felé nyitva, az emlékezés lángját fenntartva kell küzdenünk azért, hogy ez valóban soha többet ne fordulhasson elő. Nagyon jó példája ennek a nyitásnak, elnök úrnak, a Csillag Barnabás elnök úrnak a tevékenysége, aki nyit a közösség felé, hogy megismerjük egymást, megtudjuk egymás szokásait, és így elfogadóbbá váljunk. Nagyon-nagyon fontos. Köszönjük ezt, és sok erőt kívánok a további ez irányú munkájához. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 20. század bővelkedett szörnyű történelmi eseményekben. Nem győzünk megemlékezni valamiről. A fasizmus áldozatairól, a kommunizmus áldozatairól, az 56-osakról, a kulák üldözöttekről, de emlékeznünk kell. És küzdenünk kell, hogy a 21. században ilyen valóban ne fordulhasson elő, se nemre, vallásra, felekezetre, bármire való tekintettel. Nem lehet ilyen többet. Túlságosan nagy teher nyomja itt a vállunkat, de az emlékezést fenn kell tartani. Óriási veszteség érte a világot, benne városunkat is. Tehetséges, szorgalmas, dolgos emberek veszítették életüket. Pótolhatatlan veszteség ez számunkra. Tisztelt jelenlévők,
egy csöndes főhajtással emlékezzünk rájuk. Köszönöm, hogy megtettek hallgatni. Köszönjük szépen polgármester úrnak a szavait. Szeretném felkérni Kis Henriettet, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének alelnökét, hogy tartsa meg emlékező beszédét. Ma mindannyian azért vagyunk itt, mert innen a padsorokból hiányoznak azok a felmenők, akik ezt a templomot megépítették, és akik azért akarták, hogy itt házáljon, mert otthon érezték magukat ebben a városban. És amikor nagyon hiányzik valami, akkor engedjék meg, hogy én nagyon személyes legyek, mert nekem a legjobban az édesapám hiányzik, aki nemrég ment el. És amikor jöttem Budapestről Karcagra, akkor az ő szavai jutottak eszembe, és engedjék meg, hogy elmeséljem, hogy miért. Iszonytatóan gyűlöltem a szüleimmel kertészkedni. Borzasztó nagy telkünk volt mindig. Ők imádták a gyümölcstermesztést és a szőlőtermesztést, én pedig őszinte leszek, mindent megtettem. Ha kellett, akkor egy fiókkönyvtárat kiolvastam, csak oda ne kelljen kimennem. És minden áldott alkalommal, amikor az apukám végül is elérte, hogy ott álljak mellette a szőlőben, mindig azt kérdeztem, hogy de apu, ennek mi értelme van, de most tényleg, mi még nem is készítünk bort se, miért kell nekünk itt állandóan ennyit dolgozni, ahelyett, hogy, és akkor mindig ideig eljutottam, az apu csak annyit mondott, hogy csst, csak a vannal van gond, ezt jól jegyezd meg, a nincsel soha sincsen. De hogyha te a vanért megtanulsz dolgozni, akkor abból a vanból még több van lesz. De a nincsért nem lehet fáradni, és abból sohasem keletkezik semmi sem. Ezt akkor gyerekként nem igazán értettem. Aztán, amikor ott álltak a ládában a gyümölcsök, és ott álltak a ládában a szőlőfürtök, és utána annak az árából lettek a tankönyveim, a cipőim, a ruháim, akkor szépen folyamatosan megértettem, hogy mit is jelent az a van, hogy milyen jó az a 300 csodálatos befőttes üveg ott a Spájzban. Mert a vanból, a munkából mindig valami több lesz. Karcagon alig 1000-nyi zsidó ember élt. De minden egyes család, minden egyes itt élő ember ennek a városnak a gazdagodásáért dolgozott. Tanított, az ügyvédje volt, olykor a bútorasztalosa, olykor a kereskedője, de minden egyes család valahogyan része volt egy másiknak, és a maga természetességével volt jelen. És ez a van egyre több vanná vált. Olyan értékek születtek meg ebben a városban, amelyeket még egy második világháború és egy 56 sem tudott innen végleg kiirtani. Az a nagyon-nagyon erős ortodox gyökér, ami csodálatosan talajt talált és eresztett, az Izraelben is gyümölcsöt hozott a Herskó családnak köszönhetően. És amikor Baltimoreban egy kollégámmal ott állhattunk egy zsidó iskolában, ő büszkén húzta ki magát, hogy én karcagi vagyok, egy olyan városból jövök, amely Nobel-díjast adott ennek a világnak. Egy olyan városban vagyunk, ahol a megmaradottak még mindig el tudják mesélni, hogy mit jelentett náci bácsi. Hogy mit jelentett, amikor egy háború után elkészült fényképen végig lehet mondani, hogy igen, itt voltunk, mi voltunk azok a csodálatos gyerekek, akikre úgy vigyáztak, mint a szemük fényére, hiszen óriási dolog volt kimondani, hogy még igenis vannak placzerek, vannak nuszbamok, Schönfeldek, Spitzerek, Celzerek, Herskovicsok, Friedek, Ehrenfeldek, mert minden egyes név mögött ott állt egy remény,
hogy volt miért hazatérni, és van miért újra kezdeni. És ez az épület, amiben állunk, megélte azt is, hogy nem voltak ablakai. Gyerekek, akik úgy gondolták, hogy már ez az épület senkié, kövekkel dobálták, csúzlisztak, játszottak. Nem tettek más, csak segítettek az enyészetnek. Mert hát ugye ki és miért egy zsinagóga, ha nincsen 10 férfi, hogy imádkozzon benne. De a vanból mindig van lesz. Volt egy Oszkár bácsi, aki mindent megtett, ha kellett, akkor súrolókefével kint volt a temetőben, és ha kellett, akkor arra volt gondja, hogy az újonnan készülő ablakok elé rács kerüljön, hogy mindig őrizze ennek az emlékét, hogy igen, a vant azt őrizni kell, azért nagyon fáradni kell, de abból mindig valami több lesz. És most, ha csak egy nagyon fontos dologra felhívhatnám a figyelmüket, akkor itt középen egy csodálatos kislány ül. Kíváncsi, és nagyon nem érti, hogy most miért beszélek róla. Pedig ő az egyik legfontosabb dolog minden után. Mert ő hallja a történeteket. Őt elhozták oda, ahol a legfontosabbra emlékezünk. Nagypapákra, nagyszülőkre, az ő történeteikre, és neki lehetősége lesz majd kérdezni. És ha ő kérdezhet, akkor az ő emlékében rengeteg csodálatos vannak a lehetősége fog tovább élni. Hogy miért nagyon jó Karcagon zsidónak lenni. És én nagyon remélem, hogy a Csillag családban lesz mindig kitartás, és nagyon sok kitartás, hogy megtöltsük ezt a zsinagógát. Ha nem is évente egyszer, de talán többször is, hiszen lám, van 10 fővel befedett zsidó férfi, aki kaddist mondjon. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen a lelnök asszonynak a megemlékező szavakat. Oh.
is uri lév, ume habi is látszvajszom. Ő meggyógyítja a megtört szíveket, és bekötözi sebeiket. Tisztelt emlékező gyülekezet! A kegyeletnek és a soha nem felejtésnek mély érzésével emlékezünk ma itt mártírjainkra, Karcag és a környék zsidóságának áldozataira, akiket kegyetlenül legyilkoltak a II. Világháború időszakában. A Szentírás szavaival áll éle anibaj hió, éni jajrdó májim. Ő értük sírok én, ő értük könnyezem. Több mint 70 évvel a II. Világháború borzalmai után az ártatlanul elpusztított testvéreink miatt érzett sebeink ma is sajognak, fájnak. Ezek a sebek sohasem gyógyulnak be, mert begyógyíthatatlanok. Nem felejtjük a kiszolgáltatottakat, az emberi jogaiktól megfosztottakat, az ártatlanul megkínzottakat, a könyörtelenül elpusztított zsidó testvéreinket. Azért vagyunk ma itt, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. Emlékezzünk arra a korra, amikor nem volt értéke az emberi életnek. Emlékezzünk, hogy voltak gettók, voltak kínok, voltak szenvedések, voltak embertelen cselekedetek, voltak megbélyegzések és megkülönböztetések. A magyar történelemből tudjuk, hogy amíg 1867-ben az emancipációs törvény kimondta, hogy az ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt jogosultak, addig a 20. század 40-es éveiben, amikor a magyar kormány került hatalomra, akik együtt voltak mindenben a nácistákkal, minden joguktól megfosztották a magyar zsidóságot. Kiszolgáltatták a zsidó embereket ellenségeiknek, de nem csak a megszálló náci Németország katonáinak, hanem a kegyetlen csendőröknek és nyilasoknak is. Előbb emberi jogaiktól, majd később életüktől is megfosztották zsidó testvéreinket. Így írta Mezei András az egyik versében. Az árvák mondanak kádist, dicsérve őt a teljes népirtás után, az örökkévalót. Kádist az árvák mondanak, őt dicsérve az örökkévalót a teljes népirtás után. Tisztelt emlékező gyülekezet! Mártírjainkra való emlékezés óráján vallási tanítás hangzik el a soha nem felejtés jegyében. Így szól a tórai szöveg, Ködajsim tijó, ki kurajs ani, szentek legyetek, mert szent vagyok én. A szentségre való törekvés volt mindig ennek a tanításnak a lényege, hiszen az ember azáltal, hogy törekszik a szentségre, soha nem lesz szenté, legalábbis a mi vallásunk szerint. Viszont a szentségre való törekvés mindenkor dicséretes. Mózes első könyvében, a Teremtés könyvében olvassuk. Vajivru elaj kim es hódom, becálmaj becélem elaj kim boru ajszai. Isten az embert az ő képére, hasonlatosságára teremtette. Ezért mondták bölcseink, hogy az embernek törekednie kell az örökkévalóhoz való hasonlatosságra. Nem külső, hanem belső hasonlatosságokra, tulajdonságokra gondolunk, mint irgalmasságra,
könyörületességre. Az irgalmasság gyakorlása valóságos összekötő kapocs Isten és ember között, és az ember sohasincs közelebb Istenhez, mint könyörületes pillanataiban. Mártír áldozattá lett testvéreink hittek és bíztak a mindenhatóban. Hittek és bíztak az emberekben is. De aztán csalódniuk kellett az emberekben, mert a vészkorszak alatt a költő szavai szerint az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsra. Az Istenben vetett hit, a bizalom segít bennünket, zsidó embereket, hogy el tudjuk viselni az élet bánatait és fájdalmait. Tisztelt emlékező gyülekezet! Az emlékezésnek és az emlékeztetésnek óráján ezekkel a gondolatokkal hívjuk magunk közzé szeretett mártírjainkat, akiket elpusztítottak a II. Világháború időszakában, akik Karcagról és környékéről hurcoltak el, és gyilkoltak le ebben a borzalmas időszakban. Menukonok hajnó, bisívói jajnó, tákász kánfiás kinnó, bemálaeszkő dajsímutok hajérém, közajékár hurukiá, mérimumászkírim. Csendes nyugalmuk legyen, nyugalmuk helyén, Istenünk védő szárnyai alatt a tiszták, a szentek ragyognak, mint a csillagok. Töké napsomcő rúró, bicrajlá hájim, legyen lelkük bekötve az örök élet kötelékébe. Amen. Mártírjainkra emlékezve mondjuk el közösen a kádis imát, izgaddal vizgaddas semé rabo, be olmo divro kiruszé, viamlik mal huszé, be hajéhajn, uvjaj méhajn, uve hajé, de hol bészizrél, bágoló, vizmán kóri, veimr omén, jöhés mé rabo me vorách, lulam olmi olmájó. Izborach, víz tabach, víz poár, víz rajman, víz nászé, víz ador, víz ále, víz állol, se méde kucsó, berichú. Leélo, minkol, bér hószó, vesirószó, tusbe hószó, ve nechem ószó, dám írom, be olmo, ve imru omén. Ve hájimulé, nuvá, kolj iszrujél, ve imru omén. Ajsze súlajm, imrajmo, ujjászze súlajmulénu, Az ünnepség az előcsarnokban található mártír emlékfalnál fog folytatódni, ahol Dajs László főrabbi úrral, a társegyházak jelenlévő vezetőivel közösen megemlékezünk a Karcagból deportált elpusztít hittestvéreinkre. Is más halátáborokban meggyilkolt
karcagi zsidó testvéreink. Sehol ahrajlomom, bávi, sehol nem szvánászkodászt is moszom, vegán idenetek én menikuszom, lókén balurachamim, jászi rajszom össze, szerkönöm foglajlomim, bizraj, rachám ezt is moszom. Adajnaj hínak alúszom, Vionoko besuam is kovom, venahoye maharomin. Izgadar viskadash mi rabo, deolmo divro kirusi, viyamit marusi, bechaik hoinu viyamit hoinu. Köszöntöm nézőinket, Csillag Barnabással, a karcagi zsidó hitközség elnökével beszélgetünk. Minden évben most is megemlékeztek a karcagi zsidó áldozatokról. Azt gondolom, hogy egyre többen jönnek el, és egyre többüknek fontos, nem csak karcagiaknak, hogy megemlékezzünk a mártírokról. Köszöntöm én is a kedves nézőket. Igen, minden évben megemlékezünk a karcagról elpusztított zsidó hittestvéreinkre, és hála Istennek minden évben egyre is többen és többen vannak a megemlékezők. Ez mindenkinek nagyon fontos, hogy tudjanak róla, hogy ilyen volt, ilyen történt, és erre emlékezni kell. Nyilvános meghívóval hívtuk a karcagváros lakosságát erre a megemlékezésre, és nagy örömöm számomra, hogy nagyon sokan megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. Azt gondolom, hogy a jelenlévő holokauszt túlélőknek egyrészt ez érzelmileg is nagyon megterhelő, hogy itt visszagondolnak ilyenkor, de másrészt meg egy picit jó érzés is, hiszen sokan emlékeznek rájuk, és ebben a közösségben még biztonságban érzik magukat. Valóban kettős érzés lehet ez, de nekünk nagyon fontos, és nagyon nagy öröm, hogy itt vannak velünk, és ezért is emlékezünk meg rájuk külön. Most itt a megemlékezés alkalmával minden kedves jelenlévő túlélőnek egyetlen szál fehér rózsát adtunk, ezzel is tiszteletünket, hálánkat és reményünket fejezzük ki irányukban. És hát a hat gyertya meggyújtása is jelképes volt, hiszen ahogy ön mondta, az az 1-1 milliót jelent, és kiszámolta, hogy mennyit kellene itt állnunk a 6 millió áldozat tiszteletére, de azt hiszem, hogy ennek a jelképes gyújtásnak egy picit a város felé is van egy jelzésértéke. Amikor a beszédemre készültem, akkor én is elgondolkodtam, hogy hogyan lehetne azt jól érzékeltetni, hogy mégis mi ez a 6 millió. Tehát amikor így mondunk egy számot, ennek így nem mindig van az emberben tartalma, de azért, hogyha egyetlen percig állnánk itt 6 millió áldozatért, akkor mondtam, hogy nagyon sok évig, rengeteg hónapig és napokig, tehát nagyon hosszú ideig kellene itt állni. Tehát ez megmondom őszintén, hogy én magam is meglepődtem ezen. De emlékeznünk kell, várjuk a lakosságot minden rendezvényünkre, nem csak a megemlékezésre, kulturális rendezvényeket szervezünk, színházi előadást tartunk a Dériné Kulturális Központban, nyitottak a rendezvényeink, nyilvánosak és legtöbbük ingyenes, mindenkit szeretettel várunk, jöjjenek hozzánk, ismerjenek bennünket, és legyünk közösen egy közösség. És hát azt gondolom, hogy a nézőink, akik látják ezt a riportot, ők is elgondolkozhatnak, egy picit csendben tiszteletet adhatnak az áldozatoknak a képernyő előtt ülve is. Így van, mindenki maga módján emlékezik. Voltak olyan hittestvéreink, akik idősek már, 90 év felettiek, nem tudtak eljönni, telefonáltak, írtak, e-maileztek a mai modern korban, már sok variáció van, és mindenki maga módján emlékezik. Van, aki otthon egy csendes főhajtással, van, aki otthon egy saját maga nagyobb közösségébe, és van, aki itt a zsinagógába. Nem a formája fontos, maga az a fontos, hogy emlékezzünk. Azt gondolom, így van. Köszönjük szépen. Köszönöm én is a lehetőséget.